mission to build a zoo. Halló, halló, sziasztok, én az Zoo-direktor vagyok, és üdvözlök mindenkit a csatornámon. Először is mindenkinek nagyon boldog állatok világnapját, ugye október 4 az állatok világnapja. Egyébként Assisi Szent Ferenc az állatok védőszentjének az emléknapja, vagy halálának az időpontja október 4, és ezért nevezték ezt ki az állatok világnapjának. Egyúttal megmondom, őszintén kicsit csalódott is vagyok, ugyanis a Planet Zoo fórumokon, a Frontier fórumán is mindenki azt jósolta és azt várta, hogy az Állatok Világnapján jön ki az új DLC, vagy legalábbis fogjuk megtudni, hogy milyen új állatokat fogunk kapni. És megmondom őszintén, hogy hát nem történt semmi, én egész nap vártam, hogy valami történjen. Aztán késő délután ugye bejelentették, hogy most csütörtökön lesz egy élő bejelentkezés, úgyhogy nagyon reméljük, hogy ott valami eldől. Megmondom őszintén, hogy igen, egy picit csalódott vagyok. Rengeteg találkozás megy, hogy mi lehet ebben az új DLC-ben. Ugye legutóbb a Conservation Pack-kal mindenféle kiegészítőket és tereptárgyakat kaptunk, és csak kevés állatot, úgyhogy most mindenki azt jósolja, hogy ez most egy állat pak lesz, úgyhogy reméljük, hogy 7 állatot fogunk kapni, 7 kifutóba való állatot, és ugye általában 2 ilyen teráriumi állatot szoktunk ezzel kapni. Nagyon érdekes egyébként, hogy most már több mint 3 éves a játék, és még mindig ilyen izgalom övezi, és szerintem ez is bizonyítja, hogy mennyire szuper ez a játék, és mennyire meg tud újulni. Nagyon reméljük, hogy a Frontier nem tervezi ennek a játéknak a befejezését, illetve leállítását, és további DLC-ket és állatpakokat fogunk kapni. Nagyon nagy találgatások mennek a fórumokon, hogy vajon mi lehet a következő DLC. Ugye nagyjából a világtérképet lefettük már, igaz, hogy azért adódnak hiányosságok, ugye van észak-dél-amerikai pak, európai pak, most már ugye az volt a 2-vel ezelőtti, Afrika van Ausztrália, óceániai pak, megmondom őszintén, ebbe azért van egy kis hiány érzete, azért mindenkinek ott nagyon-nagyon sok ausztrál állat hiányzik. Amit egyébként a legtöbben mondanak, az vagy egy valamilyen, ez a grassland, tehát valamilyen szavanna-szerű pak lesz, vagy esetleg erdei állatok, tehát valamilyen woodland pak, illetve valamilyen tropical, tehát valamilyen esőerdei csomagot várhatunk a Frontiertől. Nem tudom, hát egyet mondanak nagyon sokan, és nagyon sokan várják meg, mondom, őszintén nem értem, hogy miért, én valahogy ettől nem vagyok túl izgatott, ez pedig az éjszakai állatok pakja. Nem tudom, valahogy én az állatkertben sem szeretem az éjszakai házakat, nem, valahogy nem élvezem igazán. Én remélem, hogy nem ez lesz. Én sokkal jobban örülnék, hogyha mondjuk, hát nem is tudom, mondjuk egy ilyen szavannapaknak, tehát mondjuk kapnánk még párfajta antilopot, esetleg mondjuk ebbe bele raknának pár ausztrál állatot, tehát mondjuk, hogy ilyen éghajlati pak, tehát nem is igazából ilyen földrész pak lenne. Örülnék egyébként trópusi paknak. Nagyon sokan várják ugye a lajhárt például, az tényleg nagyon-nagyon hiányzik, illetve rengeteg olyan trópusi állat van, ami még kimaradt, úgyhogy meglátjuk, hát nagyon-nagyon kíváncsi leszek. Azt ígérhetem, hogy amint kijön a pak és megvásárolható, mindenképpen fog készülni abból valamelyik állatnak kifutó, és akkor az amilyen hamar csak lehet fel fog kerülni. Ha gondoljátok, írjátok meg kommentben, hogy ti mit gondoltok, hogy mi lesz ez az új pak, illetve minek örülnétek, hogyha lenne, vagy minek nagyon nem örülnétek. Úgyhogy kommentben nyugodtan ezt írjátok meg. Hogyha új vagy a csatornámon, akkor gondold végig, hogy esetleg van-e kedved lájkolni a videót, hogyha tetszett, illetve feliratkozni, és akkor az új videókról nagyon hamar fogsz értesülni. Amit már többször mondtam, még jön egy pár ilyen építős videó, aztán pedig egy franchise mód játék sorozatot fogok elkezdeni, ahol franchise módban fogom játszani ezt a játékot. Igyekszek majd nagyon szép kifutókat csinálni, és igyekszek nagyon sok pénzt gyűjteni. Meglátjuk, hogy fog sikerülni. Ne felejtsétek, hogy van egy Facebook csoport, a Planet Zoo Magyar Közösség, ahhoz is lehet nyugodtan csatlakozni, ott is lehet megbeszélni dolgokat, illetve az új DLC-ről értekezni.
Akkor a mai építésről azt már gondolom láttátok, hiszen azért is kattintottatok a videóra, mert láttátok, hogy ma az orangutánok, illetve a sziamangok kapnak egy nagyon szép kifutót. Nagyon különleges lesz ez a videó abból is, mert ezt két részre bontottam, mert így is nagyon hosszú lett, úgyhogy remélem, hogy nem bánjátok és végignézitek. Ugyanis a mai videóban a sziamang és az orangután kap egy kifutót, méghozzá gyakorlatilag egy ilyen majom sziget készült, ahova, amit ugye víz vesz körül, és akkor tulajdonképpen nincsen semmilyen rács, tehát a látogatók közvetlenül rácsok nélkül láthatják az állatokat. Ugye, aki nézte eddig a videóimat, azt tudja, hogy ez az én nünükém, hogy ne legyenek rácsok, azt én nagyon, nagyon nem szeretem. Egyébként az igazi állatkertben sem, és én igyekszek olyan állatkerteket építeni, amit én is szívesen meglátogatnék, és olyan kifutókat, amiben én szívesen látnám az állatokat, úgyhogy rácsok azok nem nagyon lesznek az én videóimban. Nem mondom, hogy soha, mert már csináltam, de én jobb szeretem, hogyha nem nagyon vannak rácsok. Szóval egy majom sziget készül, ugye körbe vizes árokkal, illetve lesz benne körbe egy elektromos kerítés, hogy még véletlenül se tudjanak a majmok esetleg átúszni, ha bár nem tudnak a való életben. Ugye ezt is igyekeztem, ezt a kifutót is nagyon realisztikusra csinálni, hogy tényleg olyan legyen, mint ami egy igazi állatkertben is akár megállja a helyét. Lesz egy kupola, ami gyakorlatilag egy majomházként üzemel, ahol belülről is meg lehet tekinteni az állatokat. Azért is különleges lesz ez a kifutó, mert ugye lesz a külső rész, lesz egy belső rész, ahol a látogatók megnézhetik belül az állatokat mondjuk rossz időben, és ez egy ilyen szépen dekorált, növényesített valami, illetve ezen kívül lesz egy még beljebb egy rész, ahol viszont a látogatók már nem láthatnak be, tehát az állatok elvonulhatnak, hogyha egy kis magányra vágynak, és akkor ott elszeparálhatók egymástól, ugye, olyan esetekben, amikor erre szükség van, és onnan hátulról tudják a gondozók megközelíteni őket. Most ez a hátsó rész is, amit csak a gondozók érhetnek el, hogy ezt is igyekeztem nagyon realisztikusra és nagyon részletgazdagra csinálni, úgyhogy ilyen valósághű dolog készüljön. Na most, amiért még különleges ez a videó, az pedig az, és amiért két részes lett, hogy ebbe a majomházba bekerülnek a gorillák is. Úgyhogy a következő részben pedig a gorillák kerülnek az épület másik oldalára. A belső rész az közös lesz, tehát ahova csak a gondozó tudnak bemenni, illetve közös oldalról érhető el, és a külső rész pedig az épület másik oldalán lesz. Két egészen különböző kifutó készült, ugye a gorilláki egy ilyen kicsit erdőt utánzó, sűrű, trópusi növényes, még a másik oldalon inkább ugye a sziamangoknak, és a leginkább a sziamangoknak, ugye amit legutóbb kaptunk, a legutolsó TLC-vel került be ugye ez a mászó alkalmatosság, nem is tudom, ilyen mászó, nem tudom, rúd készlet, hogy ugye tudjanak hogy tudjanak rajta ugye mászni, illetve amit megkaptunk a legutóbbi DLC-vel, most igyekszek mindent elmondani egyszerre, szóval megkaptunk az utolsó DLC-vel, ugye, hogy tudnak lengeni hát az ágakon sajnos nem, de ezen a mászókán, vagy ezen a rúd készleten képesek ugye lengeni. És ugye ez az is raktam be, hogy lehessen látni ilyen lengést. Én nagyon remélem, hogy a többi majomfajnál is majd a következő update-tel kapunk olyat, hogy egy olyan update-et kapunk, amiben ők is képesek lesznek már arra, hogy lengjenek. És hát nem csak ezen a rúdon, vagy ezen a mászókán, hanem majd akár a sima ágakon is. Tehát azért az mondjuk a valósághű érzetet azért nagyban növelni. Szóval minden esetre kívül ugye az orangutánoknak is van egy nagyon szuper mászókája, illetve a sziamangoknak ez a saját kis mászórúd. Ami még érdekes ebben a kifutóban, az orangután a kifutójában, hogy készült egy olyan rész, egy olyan pihenő rész, ami tulajdonképpen a kifutón kívül van, és ahhoz, hogy át lehessen oda menni erre a kis platformra,
Ahogy látogatok, feje fölött át kell menni a majmoknak, úgyhogy ez nagyon érdekes. Ezt láttam egyébként egy grafikán, egy készülő állatkerti fotográfikáin, és nagyon megtetszett, és gondoltam, hogy ez megvalósítható a Planet Zoo-ban is, úgyhogy azért készítettem nektek ezt el. Egyébként használják a majmok, persze egy ilyen enrichment item az került erre a platformra, ami kívül van, hogy legyen miért átmenniük, de egyébként átmennek, és nagyon jól működik, úgyhogy egy ilyet is csináltam. Egyébként a mai videóban, amint ez felkerül gyakorlatilag ebben a percben már, az egész kifutó elérhető a Steam workshopomban, aminek a linkje lent van a leírásban, illetve külön elérhető az épület, az egész, illetve külön elérhető ez a platform, amit az orangutánoknak készítettem, maga az egész mászóka, ahogy van, illetve külön csináltam egy olyan platformot, amit fatörzsre szépen rá lehet tenni, valamelyiket az oldalára, valamelyiket a közepére, hogy ez is külön-külön letölthető, hogy tudjátok használni, úgyhogy bátran használjátok nyugodtan, hogyha tetszik. Mostantól egyébként elkezdem azt, hogy minden kifutó, amit elkészítek, vagy aznak a darabkái, amik ilyen jól sikerültek és használhatók lehetnek esetleg nektek is, azokat fel fogom tenni a Steam Workshopba, úgyhogy ott majd megtalálhatóak lesznek. Egyébként a mai videóban a belső rész teljesen nem fog elkészülni, az majd a következő videóban a gorillákkal együtt, akkor kerül rá tető is majd, úgyhogy az most nem lesz meg. Nem bírtam ellenállni a kisfilmben, hogy ne tegyek alá a Siamangoknak a hívó hangját. Nagyon-nagyon szuper, én nagyon szeretem. Egyébként ez is egy újdonság volt a legutolsó 1.10-es update-tel, hogy most már nem csak úgy a vakvilágba kiáltoznak, vagy legalábbis a Siamangok, hanem tulajdonképpen válaszolgatnak egymásnak egy ilyen kórus-szerűen, ami egyébként szintén ad a kicsit így a realizmushoz és így a valósághőérzethez. Úgyhogy nekem nagyon tetszik, én nagyon szeretem, hogy ilyen dolgokra is odafigyel a Frontier, ez szerintem nagyon-nagyon szuper. Úgyhogy igen, hogyha van kedvetek, akkor lájkoljátok a videót, ha tetszik, tessék feliratkozni, illetve hát jó szórakozást kívánok akkor itt a végéhez, a végén a kisfilmhez. Ha tetszik, akkor irány a Steam Workshop, és akkor nyugodtan töltsétek le. Úgyhogy még egyszer boldog állatok világnapját, és sziasztok! Szép napot nektek! Thank you.
No.